focista szeretnék lenni, Budapest Honvédban, és ehhez alá kell rendelni mindent. A Budapesti Gazdasági Egyetemre járok, a PSK-ra, méghozzá a gazdálkodás menedzsment szakon. Az elmúlt két évben viszonylag könnyebb volt összeegyeztetni így a tanulást és a focit így a sok sérülés miatt, viszont most így egyre nehezebb, de én ennek csak örülök, mivel szeretem azt, hogyha folyamatosan foglalkoztatva vagyok, és így kicsivel még büszkébb tudok lenni magamra, hogy jól sikerülnek a vizsgák, jól sikerülnek a ZH-k, mellette ugye sikerült oda kerülnöm az első kerethez is, sikerült játszanom, így kevesebb órára tudok bejárni, viszont éppen így ki tudok ide ülni, tudok olvasgatni, akár a tanulnivalókat. Ezt amikor meglátta nálam még augusztus-szeptember környékén a Lázár Zsolt, akkor így mondta, hát ez egy fantasztikus könyv, és nagyon sokat beszélgettünk róla egyébként azóta is. Annyira segítenek megismerni így akár önmagamat, akár azt, hogy hogyan és mit tehetek azért, hogy elkerüljem így ezeket a negatív élményeket, és így jobb legyek akár emberként, akár játékosként, hogy egy kicsit antiszociálissá tesz. Mert rájövök arra, hogy mennyire jól érzem magam egyedül, és mennyire jól esik egyedül lenni, és úgy mennyi mindent tehetek, mennyivel több dolgot tehetek bele így akár így munka terén, és így tehát egy kicsit így elzár így a külvilágtól, de mondom, tökéletes barátaim vannak, akik erre odafigyelnek, és így velük is tudok időt tölteni. Petőfi Sándor aranyjámos levelezéséről így olvastam, azt azért olvastam el, hogy milyen is volt akkor így ez a kommunikáció, amit mi most csinálunk. Megmondom őszintén, én nem szeretek csetelni. Viszont ők ott nem tudták megoldani, hogy találkozzanak élőben, hiszen távol laktak egymástól, és így levélben oldották meg, és az is így viccelődtek, így én is nagyon élveztem azt a kis könyvet, mert így felismertem benne olyan kommunikációs ideket, amik most is megvannak, csak ugye teljesen másképp, ugye egy ilyen, 200 éve korábban. Sportpszichológiás könyvet olvastam még, hogy könnyebben fel tudjam dolgozni ugye a körülöttem lévő dolgokat, amiket Edina, a pszichológusunk is ajánlott. Ameddig nem találjuk meg azt, hogy mi mit is szeretnénk, mert amint tudom, hogy mit szeretnék, így teljesen, és tudom, hogy hogyan szeretném elérni, akkor tudom, hogy mit nem tehetek, mit nem csinálhatok, és ehhez, hogyha az emberek úgy állnak hozzá, akkor így a segítségemben lesznek. Nagyon szeretek itt lenni, szerencsére már az első év végére így nagyon jól tudtam tájékozódni, volt segítségem is, budapesti csapattársaim, valamint a legjobb lánybarátom, ő is budapesti, és így az ő segítségükkel én így tudtam így elnavigálódni így folyamatosan, bejártam már az egész várost nagyon sokszor. Nagyon szeretek itt lenni, nem is tudom elképzelni igazából azt, hogy máshol lakjak, és szerintem ez így a legjobb, ez a hibrid verzió, hogy tapasztalom és tapasztaltam így a kisvárosi, esetleg a falusi életmódot is, valamint ezt a nagyvárost is. Ez így nekem így, én igazából nem tudnék élni a falusi élet nélkül sem, vagy a kisvárosi élet nélkül, és így ez, most így, hogy megszoktam ezt a Budapestet, így enélkül sem nagyon tudnék már. Kisvárdán születtem, de a család végig Nyírmadán lakott. Egészen tökéletes gyerekkorom volt, így leginkább a családi háttér miatt így azt tudom mondani, hogy tökéletes szüleim, nagyszüleim, testvérem van, úgyhogy így igazából minden adott volt ahhoz, hogy kicsit többre is tudjam vinni. A Baktalóránt házán szerveztek ilyen bozsik programokat, ilyen egészen kicsit tudom, hogy ilyen 6-7 évesek, sőt azt mondom, ilyen 4-5 évesek is voltunk. Apa nagyon sokszor mesélte ezt a történetet, hogy az elején kicsit makacs voltam, nem nagyon szerettem volna ebben az egészben részt venni, aztán egyszer csak azzal hívta fel a legjobb barátom édesanyja, hogy Tibi, a fiat fut a labda után, és azóta is futok a labda után. Az elejétől kezdve ugye ez volt így a prioritás, hogy akkor ide jönnék, viszont így kicsit könnyebb volt, hogy egy helyen volt minden. 2017 nyarán, ha jól emlékszem, július 17-én kerültünk ide, 10-valahány társammal együtt, tehát így sokkal könnyebb volt beilleszkedni, hogy mindenki új volt. Ki sem mertem menni az eleinte a városba, ugye a Bozsi stadion, ahol most van, ott volt az akadémiánk. Sokkal több lemondással járt ez eleinte. Most kicsit igazából kinyílhatna nekem a világ, ha nem járnék egyetemre. Ennyi, de amúgy sem voltunk azok a nagy bulizósok, soha belénk nevelték azt, hogy arra kell figyelni, hogy mindent megtudjunk azért, hogy egyszer oda kerüljünk, ilyen stadionokban játszhassunk. Most így az egyetem miatt sajnos nincs túl sok időm, így nem is tudok hazamenni,
így ez most jelenleg így a legnehezebb, viszont ugye, ha valahol, akkor a fociban igazán lehet barátokat szerezni, és nekem itt tökéletes barátaim voltak az évek alatt, úgyhogy soha nem éreztem magam egyedül, annak ellenére sem, hogy távol vagyok az otthonomtól. A szüleim nagyon hiányoznak, nagyszüleim nagyon hiányoznak. Voltam otthon, aztán még augusztusban, amikor sérült voltam, utána legközelebb már csak decemberben, karácsonykor tudtam hazamenni, aztán a téli szünet után jöttem vissza, január 3-án, azóta nem láttam őket. Itt van aztán folyamatosan az első honvédos meccsem, sőt, hogy őszinte legyek, az azt hiszem a második volt, mert egy elmaradt mérkőzés volt, és azt egy szerdai napon pótoltuk, szeptember 3-án talán, vagy valahogy így, és akkor a Népligetben látogattunk, ott is a Kabibá felkészített minket, hogy Népligetben játszani honvéd címerrel a mellkasodon teljesen más dolog, mint bármi más, így a magyar fociban. És hát így ennek így elengedtével sikerült egy Mester 3-ast szereznem, majd a végén még hajlamoztam Kovács Viktor felállt be, úgyhogy egy 4-as kiütéssel nyertünk, ami miatt igazából a legnagyobb boldogság részemről az volt, hogy Gabibát láttuk annyira boldognak lenni. A második csapattal a Vasas ellen játszottunk ősszel, nem is tudom, talán októberben, 85. percben küldött pályára a Mester, ha jól emlékszem, és 3 perccel később sikerült gólt rúgnom. Térdemmel folyamatosan be volt gyulladva, folyamatos gyulladásban állt, emiatt okozott folyamatos fájdalmat, egyre rosszabb volt, az elején még tudtam vele játszani, utána már nem, utána volt olyan, hogy ki kellett hagynom egyben 6 hónapot, aztán visszatértem 1-2 hónapra, megint ki kellett hagyni 2 hónapot, és ez ment igazából egy éven keresztül, amikor utána megműtötték. A Szabados Krisztián segített rengeteget, ő is volt, hogy éjszakákat virasztott át, és próbált utána olvasni, hogy mit lehetne, hogyan lehetne ezen segíteni, és azóta is csinálok mindent, amit ő nekem mondott, amit ő tanácsolt, és így a baltérdemmel immáron azt mondtam, hogy 2 éve nincsen semmi probléma, helyette jöttek más problémák, voltak ilyen kisebb izomszakadásaim, valamint most nyáron egy rossz mozdulatnál kicsit beelment a térdem bokám egyszerre, és itt a térdemnek a belső részét, a belső oldalszalag környékén jelentkeztek problémák, és akkor emiatt kikáltam most meg 4 hónapot. 2 évvel ezelőtt elmentünk a Zvezdához Szerbiába, és nagyon jól ment a játék, nyertünk, és tudtam azt, hogy még több lehetőséget fogok kapni a második csapatban, Simon Mikivá keze alatt, főleg, hogy ott is jól ment a játék, és amikor hazaértünk, akkor elmentem egy ilyen rutinvizsgálatra, egy kardiológushoz. És akkor találtak a szívemben 2 olyan dolgot az egyik billentyűmön, aminek nem kellene ott lenni, ilyen rendellenes kis lampfilamentumok, vagy hogy is nevezték. Akkor is éppen sérülésekből jöttem vissza, és nagyon vártam, hogy na, az a fél év most az enyém lesz. És akkor így akkor nagyon nagyot estem, így magasról lehet nagyot esni, akkor nagyon jól éreztem magam. És ezt elmondták, hogy ez mit fonz majd maga után, és nem is arra gondoltam, hogy ez esetleg életveszélyes dolog is lehet, csak arra tudtam gondolni akkor is, hogy jó formában vagyok, megkapnám a lehetőséget, és megint valami, ami igazából nem is a focihoz kötődik. Az nehéz volt, az egy nehéz fél év volt utána, de közben ott is Krisszel dolgoztunk, nyáron pedig felépített úgy, hogy az alapozást már el tudtam kezdeni a csapattal. Ennyi kudarc ellenére is én hittem magamban, és igazából tudtam, hogyha megcsinálom azt, amit mondanak, és egészséges vagyok, akkor el tudok idáig jutni, és szerencsére így is lett. És amikor pénteken kiderült, hogy valószínűleg a kezdőben kapok helyet, akkor Krisz is így mondta, mentem leadni a katapultot edzés után, és így mondta Krisz, hogy na, hogy vagy, várod, és mondtam, hogy igen, és mondta, hogy hát én még jobban. Tehát így vele ez egy ilyen közös győzelem számunkra, hogy idáig sikerült elérnem. Az izgalomtól nyilván kicsit nehezen aludtam, de ez a bizsuduk, amint felültem a pályára, és megláttam a szurkolókat, valamint a társak is bűszottak, így nagyon jól éreztem magam. Minden akkor jön, amikor jönni kell. És van, akinek ez 30 évesen adott, meg van, akinek 17, nekem 20. Szerintem később ez sokkal pozitívabban fog erre visszagondolni, mint most. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy hát nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, személy szerint nekem sem. Az a kiadott helyzet, azt nagyon sokszor visszanéztem, valamint védekezésben volt egy-két olyan mulasztásom, ami simán gólt jelentett volna, szerencsére nem belőle gól, viszont azok miatt nem tudtam, sőt, hogy őszt legyek még most is, de nem szabad már erre gondolnom, jönnek következni, hogy soha kell figyelnem. Rengeteg jó taktikai dologban kaptam segítséget a Csertő Aureltól,
sokat segített már hétközben is, így a taktikai dolgokban igazából nálunk ez a legfontosabb. A támadásban pedig igazából szabadjára engedtek, hogy csináljam, amit tudok. Csinálj meg a 2-1-eket Barnival, mint ahogy a helyzetem előtt is megcsináltuk a 2-1-eket Barnival. Az 1-1-ekben érzem magam jobbnak, valamint inkább a bal oldalról. Nem tudom, valahogy tükörszélsőként az sokkal jobban esik. Azon kívül talán az agresszivitásom még így a 1-1-ek mellé. Apukám nagyon sokszor emlegeti ezt a több lábon állást, így igazából egyértelmű volt, hogy nagyon fel kell készülnöm az érettségére, nagyon jó érettségit kell írnom ahhoz, hogy utána el tudjak menni egyetemre. Egy évvel ezelőtt nem hittem, és nem bíztam benne, de lehet, hogy nem hittem volna, hogyha azt mondják, hogy egy év múlva a Szombathely ellen kezdőként játsz az első csapatban. Nem tudom, hogy mi lesz jövőre, nem tudom, mi lesz 3 év múlva, annyit tudok, hogy mindig megpróbálom majd belőle kihozni a maximumot, ami csak benne van, akár tanulás, akár labdarúgás, akár ilyen ezek a szociális kapcsolatok. Hogyha 2 év múlva sikerül elvégeznem az egyetemet, és még mindig a Budapest Honvéd első csapatában fogok játszani, rendkívül boldog leszek. Nagyon sokszor tették fel nekem ezt a kérdést, akár orvosok, akár így barátok, családtagok, hogy miért éri meg ezt nekem még mindig folytatni, és az, hogy én most NB3-mal le tudtam játszani, zsinórban 4-5 meccset végig, kezdőként 90 percet tudtam játszani, olyan boldog voltam, mint el sem tudom mondani, amikor voltam ilyen boldog utoljára. És egy győztes meccs után olyan boldog az ember, főleg, hogyha a barátaival teheti, hogy ezt nem tudom szavakba önteni. Ez elképesztő boldogságot tud nyújtani, nyilván, hogyha nem nyer a csapat, akkor kevésbé. De én amúgy is azt szeretem, amikor nagyon elfáradok, és nagyon tudom azt, hogy na most tettem valami jót, és egy meccs az ilyen, főleg, hogy nyerünk.